Jó egészséget kívánok mindenkinek, köszönöm a bemutatást. Igen, csalódást fogok okozni, mert azért 45 percben, mert arra annyit kértek tőlem, nem lehet a modern genetika minden részkérdését bemutatni. Én inkább a tendenciákat szeretném bemutatni, mert nem vitás, hogy az orvosláson belül most a genetika forradalmát éljük. A forradalom az fantasztikus, mert új lehetőségeket nyit ki, de ugyanakkor, mint a forradalomnak mindig, azért vannak veszélyes mellékhajtásai is, erről is szeretnék beszélni. És a legfontosabb üzenete, hogy már az elején elmondjam az eladásomnak a legfontosabb üzenetét, hogy azért régen, most gondolok, amikor a genetika belépült az orvoslásba a 20. század első felében, akkor félreértették a genetikát. Azt gondolták, hogy ha elromlik egy gén, akkor megette a fene. Tehát, hogy az a végzet, azzal semmit se lehet kezdeni. Na most a modern genetikának pedig éppen az az üzenete, hogy az a genetikai program, az a genetikai tervrajz, amely a fogamzáskor kialakul, ugyan meghatározza az életünk lehetőségeit, de ez egy borzasztó tág lehetőségbirodalom. És hogy tulajdonképpen ebből mi valósul meg az életünkben, az nagyon függ attól, hogy milyen családba születtünk, hogy milyen társadalomban élünk, hogy milyen az orvoslás, és az, hogy milyen a társadalmi és tudományos együttműködés, hogy ezből a genetikai adottságokból a jót és ne a rosszat hozzuk ki. Hát ugye kezdem azzal, hogy azt nagyon régóta tudták, hogy a kromoszómák, a színes testek a sejtmagon belül tartalmazzák az örökletes anyagot. Ez megint egy nagyon érdekes tudományos tény, hogy mindig a véletlenek hozzák a nagy felismerést, mert amikor én még egyetemre jártam, akkor nekem például azt tanították, hogy az embernek 48 kromoszómája van, mert hogy a szövettani metszeteken próbálták silabizálni. Most az, hogy hát ez már nyilvánvalói túlzás, hogy az, hogy most ilyen szépen tudjuk a kromoszómákat rutin laboratórium-szerűen vizsgálni, ez annak volt köszönhető, hogy Roosevelt elnöknek poliomielitisze volt. Tehát gyerekbénulása volt, ezt nem tudom, tudják, ugye az amerikai elnöknek. És aztán az élete végén ő ezért létrehozott egy alapítványt, a March of Dimes, a guruló filléreket. Ez azt jelentette, hogy évente egyszer kimennek a gyerekek az utcára, és pénzt gyűjtöttek a gyerek bénulás elleni küzdelemre. Igen, ám, de ahhoz meg kellett találni a gyerek bénulás vírusát, de ahhoz föl kellett fedezni a szövettenyészetet. Mert ugye a vírusokat csak szövettenyészetben lehet életbe tartani. És akkor egyszer csak a szövettenyészetben az osztódó sejtek mutatták, hogy milyen csodálatos kromoszómák vannak. És hát azóta ilyen sejtenyészetben ugye tudjuk vizsgálni a kromoszómákat, ugye látják, hogy 23 testi kromoszómánk van, ott van baloldalt a nemi kromoszóma, a nőknek ugye ilyen szép, a nőknek olyan szép két, kicsit elsiettem, ugye a nőknek ilyen két szép X-e van, nekünk csak egy X-ünk van, és az a kis nyamvat Y, mi ettől leszünk férfiak. De nem tudták, hogy tulajdonképpen a kromoszómákon belül a gének hogyan is helyezkednek el, és hát ez megint egy a tudomány történeti érdekesség, hogy ez a két fiatal ember, ez a James Watson, 26 éves volt, és hát a Frederick Crick, ezek úgy Oxfordban egy nyáron találkoztak, hát ugye Watson erről egy nagyon jó könyvet is írt, ő főleg csajozni ment Oxfordba, de hát ha már leültek beszélgetni, akkor gondolták, hogy azért már meg kéne fejteni a genetikai titkot, hogy a kromoszómán belül hát hogy is helyezkedik el, hogyan is helyezkednek el a gének. Azt már tudták akkor, hogy az a DNS, tehát hogy az ezoxidribonukleinsavban lehet az a genetikai anyag, vagy az a genetikai program, amely az életünk során megvalósult, de fogalmunk se volt akkor a tudósoknak, hogy az milyen. És akkor ez a két ember, ez nem csinált semmifajta kutatást, hanem leültek a laboratóriumba, és elkezdtek ilyen légó építményt csinálni. Vagyis, hogy a meglévő ismereteket összeszedve a szakirodalomból, próbálták összerakni, hogy ez a kettő spirálnak milyen is lehet a szerkezete. Második nekifutásra meg is tudták oldani,
hogy tehát ugye a sejtmagon belül ott vannak a kromoszomák, és a kromoszomákon belül ott van ez a DNS molekula kettő spirálja. Ugye az ő nagy felfedezésük az volt, hogy rájöttek arra, hogy összesen 4 betű van a DNS-ben, tehát A, T, G, C, ugye ezek mindig egymásnak a tükörképei, és ez azért furcsa, mert azért a magyar nyelvben 44 betű van. Tehát ahhoz, hogy mi megértsük egymást, nekünk 44 betűre van szükségünk, és a genetika nyelve az ennyire egyszerű, hogy 4 betű. Ráadásul ők jöttek rá arra, hogy mindig 3 betű képez egy egységet, mert az a 3 betű dönti el, hogy a fehérje molekulában melyik aminósav lép be. És úgy végül is a gén, az a DNS-nek az a meghatározott szakasza, amely meghatározza egy fehérje molekulának az aminósav sorrendjét, tehát az elsődleges szerkezetét. És hát ha most nagyon leegyszerűsítem, akkor látom az önök struktúrfehérjéit, mert a bőrüket, meg a hajukat, meg a szemüket, de mintha élnének is, tehát az enzimfehérjéik is működnek, és hát remélem egészségesek, akkor az immunfehérjéjük is jó, mert végül is ez a 3 fő fehérje kategóriánk van, ami aztán persze társulhat zsírral, meg szénhidráttal, de azért a fehérje az, a fehérjék azok, amelyek meghatározzák, hogy milyenek vagyunk. És ugye ennek a modellnek az a szépsége, hogy minden sejtosztódásnál ezek ketté válnak, és mindegyik létrehozza a saját tükörképét, tehát ugye a C-nek az mindig G, a T-nek mindig A lesz a párja, és ezért mondjuk egy májsejtből mindig májsejt lesz, egy idegsejtből mindig idegsejt lesz, vagyis a sejteknek a specificitását fönn tudják tartani. Most azért ezt képzeljük el, hogy ezt ők ott Cambridge-ben nyáron, két fiatal ember így kitalálta, és igazuk volt. És 5 év múlva Nobel-díjat kaptak. Szóval azért az embert megeszi a fene. Hát, hogy mennyit kell dolgozni az embernek az életében, azt nem adnak érte Nobel-díjat. Tehát ez volt tulajdonképpen a genetika forradalmának a kezdete, ez 1953 volt. És ez egy új helyzetet teremtett az orvoslásban. Amikor én megint csak egyetemre jártam, akkor nekem azt tanították, hogy van rengeteg szerzett betegség, és vannak a ritka genetikai betegségek. Ugye a genetikai betegségek nevezzük a kromoszómák egy helyére lokalizálódó gének meghibásodását, a mutációkat. Ugye ezek az ősi jellegekért felelősek, ugye a fehérjékért, tehát ezért van az, hogy mondjuk a vércsoportokat, ugye azt mindig a kromoszómának egy helyén lévő gének határozzák meg, és ugye azok 100%-osan meghatározottak. Ott azt a környezet semmit nem tud változni. Ha a fogantatáskor A vércsoportú lettem, vagy RH negatív, akkor fejére állhat az orvostudomány, én az egész életemben olyan vércsoportú leszek. Tehát ez tényleg igaz volt, hogy ezek nem túl gyakoriak, legalábbis az embernél, viszont az, amit vallottak, hogy a szerzett betegségek, az összes többi, ez módosult. Egyrészt kiderült, hogy még a nagyon klasszikusnak hitt szerzett betegségekben is azért van ám genetika. Mert ha én most kérdezhetném önöket, hogy mondjanak mondjuk egy klasszikus szerzett bajt, hát átszalad a piros lámpán és elüti az autó. Hát az egy elég szerzett baj. De orvos-szociológiai vizsgálatok igazolták, hogy ebbe is van genetika. Mert nem mindenki rohangál át a piroson. Vagy hogy mondjuk az autóvezető nem feltétlen kell, hogy lakott területen 100-zal menjen. Ugye én tudom, értik-e, ez már személyiség. A személyiségben pedig azért erősen ott vannak a gének. Vagy mondjuk a másik klasszikus példa lenne mondjuk a fertőző betegségek. Biztos, hogy vannak olyan fertőző betegségek, például tudjuk a kanyaró, ott semmi genetika. De részt vehettünk 2002 és 2006 között egy nagyon érdekes Európai Uniós kutatásba, mert nyugaton észrevették, hogy és azt akartam mondani, hogy prostituáltak, most már tudom, olyan szép szavukon rájuk, hogy szexmunkások, hogy azoknak 10%-a nem kapja meg az ÉDS-t. Pedig hát ugyanúgy dolgoznak. Ugyanazokkal a férfiakkal, ugyanazokkal a módszerekkel, akkor miért van az, hogy 90% megkapja, és 10%-a nem. És képzeljék, kiderült, ugye azt már tudtuk, hogy az a HIV vírus, ott a szex kapcsán lévő sérülésen keresztül bekerül a másik ember szervezetébe, és neki meg kell találni a nyirok-sejteket, mert a nyirok-sejtekbe bújik el, ugye a fertőzés után azért 5-10 évvel később jön csak maga a betegség, tehát addig ő készül a végső nagy harcra, vagyis hogy a nyirok-sejteken van egy kulcsluk, és a HIV vírusnak meg van egy kulcsa.
Tehát bekerül a szervezetbe, kinyitja, aztán bebújik, aztán készül a végső nagy harcra. És például kiderült, hogy a magyar emberek 2%-ának a nyirok-sejtjén nincs kulcsluk. 11%-nak meg ilyen elpuserált kulcsluka van. És akkor már értettük, ugye, hogy miért 10% a szexmunkásoknak nem kapja meg az AIDS, mert ha egyszer a nyirok-sejtjeikben nem tud behatolni a vírus, hát akkor nem lesz nekik AIDS-ük. Ezt ugye az orvos hallgatóknak, amikor el szoktam mondani, akkor utána sokan keresnek, hogy doktor, hol lehetne ezt megnézni, mert mondjuk jó lenne az embert bebiztosítani magát, de túl drága a vizsgálat, úgyhogy nem csináljuk. Tehát a lényeg az, hogy kiderült, hogy az a szerzettek is, az igazi szerzettek sokkal ritkábbak, mint hittük, és ez volt a nagy előrelépés, hogy kiderült, hogy lényegében mind azok a betegségek, amiben belehalunk. Itt ugye korábban hallottuk, hogy lényegében itt még egy ábrát mutattak, hogy 54% a szív- és érrendszeri betegség, és legyünk egy kicsit büszkék, mert mintha csökkenne most Magyarországon egy kicsit a szív- és érrendszeri betegség, de azért még minden második ember azért szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Ugye a rák gyakorisága egy kicsit nő, most olyan 26%, és megint úgy az ember, ha rossz viccet akar mondani, akkor milyen furcsa, hogy végül is önöknek a fele a szív- és érrendszeri betegségbe fog meghalni, egy negyedik rákba, hát egy negyedük az még válogathat. Tehát mondjuk a sok különböző betegség között. És ez volt a nagyon fontos, hogy kiderült, hogy ez mindig két tényezős, ez egy komplex eredet, mert hogy kell hozzá egy genetikai hajlam is, hogy valakinek magas vérnyomása legyen, hogy valakinek infarktusa legyen, hogy valakinek rákja legyen, hogy valakinek cukorbetegsége legyen. Amikor elkezdtem, még fiatal voltam és jártam Angliába, akkor ott mindig úgy csodálkozva hallottam, hogy mondták, hogy a Churchill modell, tudtam ki a Churchill, de nem értettem, csak lassan jöttem rá, hogy azért egy modell, mert hát talán önök is emlékeznek rá, hát egy jó kövér pali volt, mindig itt volt a szivar a szájába, titkára is megírta, de köztudott volt, hogy esténként nagyon szerette a viszkit, meg nagyon szeretett zabálni, és nem mozgott, szóval nem tudta az önök programjait, és 93 évig élt. Tehát ilyet nem illik. Egy magyar ember, ha így él, az 60 éves korára úgy elpatkol, mint a pitty. Tehát ez mutatja, hogy mázlia volt, mert hogy olyan géneket örökölt, hogy ő még ezt is megtehette. Ugye ezért van az, hogy hát minden ember más, és mondjuk nekem fiatalkoromban a Máté Péter az énekes volt a kedvencem, ő tudta, hogy elmegyünk, és 33 éves korában meghalt, infarktusba, amit megint nem illett volna. Jó, hát nem élt nagyon egészségesen, de akkor is, 33 éves korban nem illik meghalni, de ez mutatja azt, hogy igen, nagyon-nagyon fontosak a külső tényezők, de azért alapvetően meghatározza az esélyeinket, hogy hát milyen genetikai programmal indulunk neki, és igazából tehát itt az öröklődés nagyon-nagyon tág határok között van, van ahol kicsi, van ahol nagy, és ma azért a betegségek 80%-át ide számítjuk, és ez azért nagyon fontos, mert mi genetikusok próbáljuk majd a genetikai hajlamot azonosítani, de hogy ebből mi lesz, ez például attól függ, hogy milyen az életmód, hogy milyenek a szenvedélybetegségek, tehát hogy mozog-e valaki, cigarettázik, alkoholizál, hogy táplálkozik, és mondjuk a genetikának ez a nagy esélye, hogy tulajdonképpen együtt működve a többi szakmával tudja talán majd az egészséget biztosítani. Most ugye ez egy sematikus ábra, amivel azt szeretném érzékeltetni, hogy ugye a kromoszomákon belül a géneket tudjuk, hogy DNS meghatározott szakasz, csak hát az ember mindig didaktikusan próbálja mutatni, hogy vannak a nagy gének, ezek azok, amelyek a fehérjéket közvetlenül meghatározzák. Ma úgy szoktuk mondani, hogy ezek az ősi jellegek, a vércsoporttól kezdve bizonyos alapfunkciók, alapfehérje funkciókig, de érdekes módon az emberre a kis gének jellemzőek. Tehát például az értelmi adottságért 1000 génpár felelős. Ezt azért szoktam mindig ideges lenni, amikor időnként ütődött újságírók megkeresnek, akik attól féltik a emberiség jövőjét, hogy majd a genetika hogy fog beleavatkozni az emberek életébe, és hogy fogja manipulálni majd az embereket, akkor olyan nehéz nekik megmagyarázni, hogy egy gént még esetleg lehet manipulálni. De 1000 gént
az teljesen lehetetlen. Meg hát különben is minek? Hát a Gestapo meg a GPO már régen megtanult, hogy addig kell ütni az embert, amíg úgyis aláírja azt a papírt, szóval nem kell ez genetika, úgyhogy ez egy kicsit túlzás. Na most ugye ezt nem mondom el a Mendel szabályokat, hogy van, amikor ez a gén ugye dominál a másik felett, ugye itt meg ez a gén dominál ő felette, ugye ez a recesszív, és igazából a recesszív betegségek csak akkor jelennek meg, hogyha két olyan szülő nemz gyermeket, aki véletlenül azonos helyen hordozza ezt a hibás gént. És ez megint tudják, hát én azért most már több mint 40 éve csinálok tanácsadást, és ez mindig egy ilyen furcsa dolog, hogy az emberek nem értik meg, hogy a genetikai betegségekre nem érvényes a Biblia. Mert a Bibliában az van, hogy az Isten a apák bűneit azt 4 vagy 7 generáción keresztül bünteti. Tehát az emberek azt gondolják, hogy az a genetikai betegség, ami az apámnak meg a nagyapámnak is volt. A genetikai betegségek 80%-a az derültékből villámcsapásként jön. Ugye most gondolják meg, 25 ezer génpárunk van, és átlagosan mindenki hordoz 5 ilyen hibás gént, ami azonban lappang bennünk. De ez nem baj, mert ha még gyereket nemzünk, és a hibás gént adjuk át, akkor is a párunktól arra a helyre megint egy jó gén fog jönni, és akkor tovább lappang. Minden 5000. pár olyan, amikor két olyan ember találkozik össze, aki véletlenül azonos helyen hordozza ezt a hibás gént. És ugye akkor könnyű kiszámolni, hogy adhatja mindkettő a jó gént, de jó, egyik a rosszat, másik a jót, másik a rosszat, egyik a jót, nem számít, mert a jó úgyis elnyomja, de van egy negyedik lehetőség, ez Mendel második szabálya, mert ő ezt a borson mutatta ki, hogy összetalálkozik a két hibás gén, és derültékből villámcsapásként ott van egy betegség. Én a genetikai tanácsadóban főleg ilyenekkel találkozom. De minket most azért elsősorban inkább ezek a kis gének érdekelnek, mert a magas vérnyomástól kezdve az érelmeszesedésen át a rákokig általában, 90%-ban egy ilyen genetikai hajlam felelős, és a genetikai hajlamért ezek a kis gének a felelősek. És innen jön a humán genetika alapképlete, hogy mai elképzelésünk szerint, most eltekintve a szorosan vett genetikai betegségektől, ahol a G a meghatározó, a betegség, a patológiás állapot az azért mindig a G, a genetikai adottság, a hajlam, és az E, environment, a környezeti hatásoknak az együtt interakciója képen jön létre. És ez azért nagyon fontos, mert a génekbe, mindjárt utalok rá, nehéz beleszólni. De a környezetünket, a minket érő külső hatásokat, azt tudjuk befolyásolni. Igenis, az embernek van szabad akarata. Hogyha elhatározza, hogy sportol, ha elhatározza, hogy egészségesen táplálkozik, ha talán nem kezdené el a cigarettázást, meg egyéb, akkor ebből a G-ből nagyon sok jót ki lehetne hozni. Mert ugye ez a modern genetikának a koncepciója, ugye, hogy a gének mindig a fehérjéket határozzák meg, és hát az a külső jelleg, a genetikusok is tudnak ilyen kis butyudák lenni, hogy mindennek rimmelnie kell, hát ha ez már gén, akkor az hagy legyen fén, tehát a külső jelleg a fén. Ugye ha a gént egy külső ártalom éri, egy mutáció, akkor elromlik, akkor ő egy kóros fehérjét csinál, és a kóros fehérje csinálja a betegségeket. Meg kell mondani, hogy amikor megismertük a DNS-t, és elindult a genetika forradalma, ugye hát mindig kísérleti alanyokon csinálták, hát baktériumokon kezdték, ott borzasztó könnyű volt egy hibás gént kivágni és kicserélni. És én nekem a 70-es években volt lehetőségem a Magyar Televízióban előadásokat tartani, hát jó félrevezettem az embereket, mert mondtam, hogy jön a génterápia, jön a génsebészet, vagyis, hogy majd az embernél is kivágjuk a hibás gént, és beteszünk egy jó gént. Hát ez a kérdőjel azt jelenti, hogy pofára estünk. Az emberben, a DNS-en belül annyira bonyolult a gének szerkezete. Úgy el van rejtve különböző fehérje burkokba, hogy egyszerűen nem lehet hozzáférni. Tehát ugye mondtam azt, hogy a rákok általában genetikai hajlam alapján alakulnak ki, de vannak mindig kivételek, mondjuk ott van egy emlőrák, a BRCA1, ami 45 éves korig szokott megjelenni, általában kétoldali, dominánsan öröklődik, és nekem ott van a jó gén a kezembe, és én hiába fecskendezem be a nőnek az emlőrákos szövetébe, de először is nem találja meg a rákos sejtet, a rákos sejten belül a sejtmagot, a sejtmagon belül azt a kromoszómát, amiben a BRCA1 van, hát adtunk, ahogy Pesten szokás mondani, de nem fejezem be, egy pofonta annak.
Tehát ebbe pofára estünk. Nagyon-nagyon ritka az, hogy génterápiát, génsebészetet lehet csinálni. Ezek döntően csontvelőhöz kötött immunológiai betegségek, mert ott meg lehet csinálni, hogy kiveszi mondjuk a hibás sejteket, szövet tenyészetben megpróbálja kicserélni a géneket, és akkor visszateszi. Csak itt jön az, amiről egy kicsit úgy akarok önöknek beszélni, hogy igen, ezek a fantasztikus előrelépések fantasztikusak, de amikor a franciák beszámoltak arról, hogy 12 ilyen immunbetegségbe szenvedő gyereknek megmentették az életét, ilyen génsebészeti, génterápiás módszerrel, és 10 évvel később megnézték őket, a 12 közül 5-nek leukémiája volt. Mert úgy látszik, belenyúlni a természet évezredei során kialakult genetikai struktúránkban nagyon veszély. Ugye most nagyon bízunk az őssejtekbe. Ugye tudják, az őssejtek a fogantatás után kialakuló sejtek, amelyek még mindenre képesek, amelyek aztán a 15. napon kezdenek specializálódni, és most tényleg elindult egy fantasztikus kutatási irány, hogy végül is az őssejtekből eltanuljuk a természettől, hogy hogy lehet különböző sejteket csinálni, különböző speciális sejteket, és hogy hogy lehet a rossz sejteket tényleg ezekkel kicserélni, ez mondjuk a csontvelő átültetés nagyon jó megy, de Németországban azért már egyes típusú cukorbetegségnél tudnak csinálni őssejtekből hasnyálmirigy-sziget sejtet, be tudják vinni, mert könnyű bevinni a hasfalon keresztül a hasnyálmirigybe, és igen, megtapadnak és dolgoznak, és akkor a gyereknek nem kell böködni magát inzulinnal, azért ez egy nagy dolog. És rengeteg ilyen kutatási irány van, ugye most is a Nobel-díjat ezért adták, de azért még ez is inkább egy ígéret. És akkor ott van, és erről akarok egy kicsit önöknek beszélni, mert ez nekem most egy elég nagy gondom, az emberi öröklődés tant egy Francis Galton nevű úriember találta ki, ő Darwinnak volt az unokatestvére. És ő, mint a nagy rokon hatására próbálta a genetikát a darwinizmusba beépíteni, és neki volt egy szép gondolata, hogy jó lenne az embert genetikailag nemesíteni. Mert nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy azért például a növény nemesítők micsoda fantasztikus dolgokat tudtak elérni. Genetikai beavatkozással, mert az, hogy ennyi fajta rózsa van, meg ilyen tulipántok vannak, hát az mind az emberi agynak a genetika felhasználásával történt eredménye. Vagy gondoljanak az állattenyésztőkre. Hát, hogy micsoda kutyák vannak már. Meg, hogy micsoda lovakat állítottak elő. Meg, hogy állítólag van már olyan tején, aki napi 100 liter tejet tud produkálni. Tehát, hogy megint ott is az ember milyen hatékonyan avatkozott bele, hogy céljainak megfelelően hozzá alakítsa az állatokat. És akkor Galton azt mondta 1884-ben, hogy szerintem Londonban ma az emberek semmivel se jobbak, és semmivel se rosszabbak, mint a Periklész korabeli Görögországban, Athénben. És hát ha most ezt extrapoláljuk mára, akkor nyugodtan mondjuk, hogy szerintem ma Magyarországon az emberek nem jobbak és nem rosszabbak, mint mondjuk 3 vagy 4 ezer évvel ezelőtt. Vagyis miért van az, hogy az ember képessé vált a növényekből fantasztikus dolgokat kihozni, az állatokat a tetszése szerint megváltoztatni, és miért van az, hogy önmagunkkal semmit sem tudtunk kezdeni? És akkor neki volt ez az ideája, hogy genetikai nemesítés, hát két dolgot talált ki, egyik volt a pozitív eugénika, mert ő ezt így nevezte. Pozitív eugénika azt jelenteni, hogy azok az emberek, akik kivételes képességűek, azok csináljanak több gyereket. Ilyen egyszerű. Mert hát azért mégiscsak jó géneket adnak tovább. Na most, ha én megnézem mondjuk Magyarországot, akkor a magyar értelmiség csinál 1,2 gyereket, a kisegítő iskolába kijárt és családot alapítók meg 6-ot. Tehát Galtonnak nem jött be a pozitív eugénika. És akkor jött a negatív eugénika, hogy a nagy genetikai terheltséggel rendelkező emberek viszont fogják vissza magukat. Ne legyen gyerekük, vagy ne legyen sok gyerekük. Az egész genetikai tanácsadás a Galton elven alapszik, hogy nekünk a jogunk csak a felvilágosítás, a tanácsadás, a döntés joga és felelőssége a leendő szülőké, a családtervezőké. A nagy baj az volt, hogy ő ezt megírta a könyvekbe, ez elkerült Németországba, a német genetikusoknak ez nagyon tetszett, hogy tényleg kéne nemesíteni az emberiséget. A baj csak az volt, hogy ez eljutott Hitlerhez is. Ugyanis Hitlert valamikor 24 vagy 26-ban
a müncheni puccs után börtönbe zárták, ő ott írta a Mein Kampfot, és ott volt, elvitt magával egy-két ilyen genetikai könyvet. És hát hivatkozik arra, hogy már a genetikusok is megmondták, hogy hát az emberiség az különböző értékű, az emberiséget javítani kell, persze úgy képzelte el, hogy hát a Homo Nordicus, ugye a szőke, kék szemű északi, mármint ők a szuperemberek, azokat szaporítani kell, aztán a zsidókat, meg a szlávokat, állítólag egy helyen szerepel még a magyarokat is, azokat meg úgy ki kéne írtani, mert hát minek, minek? A szuperemberek kellenek. Na most ez akkorát ártott, ugye, mert ebből a Mein Kampfból lett azért Auschwitz. Ez azért akkorát ártott a genetikának egészének, hogy azért évtizedekre ez visszadobta. És hát azt kell mondanom, hogy amikor én fiatal voltam, akkor hát mondjuk az eugenika az egy sokkal disznóbb szó volt, mint mondjuk azt, hogy bazd meg, mert hát a bazd meg ma már egy kötőszó. De szóval ki sem volt még szabad ejteni. De hát mi orvosok persze farizeusok vagyunk, mert amikor aztán a 60-as, 70-es években elindult a genetika, nem mondjuk, de hát azért mi most a negatív eugenikát csináljuk. Mert ugye ahogy bejött a kromoszóma vizsgálat, bejöttek a különböző vizsgálatok, hát egyszer csak előállt az, hogy mi most egy magzatról lényegében nagyon sok mindent meg tudunk mondani. Ugye ez az amniocentézis, hogy a hasfalon keresztül magzatvizet bocsájtunk le, ez a kis emberke ugye ázik a vízbe, leválnak a hámsejtjei, azokat össze tudjuk gyűjteni, abból megnézzük a kromoszomát, megnézzük a géneket, stb. 2012 egy óriási előrelépés. Képzeljék, kiderült, hogy a placentából, hogy a placentának a génjei egyeznek a magzatival. Szabad DNS frakciók kerülnek át az anyába, és az anya plazmáján vérében lévő szabad DNS frakció 10%-a a magzatból származik. És most már Magyarországon is anyai vérvizsgálat, tehát nem kell hasba szúrni a nőt. Anyai vérvizsgálat alapján meg lehet mondani, ha dankóros a magzat. És hát egészen biztos, hogy ezt minden kromoszómára, és előbb-utóbb minden gén, minden hibás génre majd föl lehet használni. Tehát lényegében 10-12 hetes korban egy várandósnál meg lehet mondani, hogy a magzatjában hát milyen bajok várhatók. Persze ez egyrészt jó, mert végül is az orvoslás színvonala a diagnózison múlik. Csak akkor jön a következmény, hogy na de, akkor most mi a következmény? Én hetente még kétszer végzek tanácsadást, és hát biztos ez már ilyen öregkori szentimentalizmus, de tudják, nincs rohadtabb dolog, mint hogy múlt héten is egy 20 hetes várandósnak kellett megmondanom, hát hogy a magzatjának nincs veséje. Hát vese nélkül pedig nem nagyon lehet élni. És akkor végül is ennek az anyának csak két döntése lehet, mind a kettő rossz, hogy esetleg ő úgy dönt, mert nagyon katolikus, hogyha Isten így akarta, akkor megtartom, úgyis meghal, még, hogy mondjam, még orvosi szempontból ez a kisebb rossz, mert hát mondjuk egy életre szóló fogyatékosság talán nagyobb társadalmi veszély, vagy él a magyar törvények adta lehetőséggel, mert a magyar törvények, ha súlyos magzati ártalmat ismerünk föl, magzati korban, akkor a 20. hétig a terhesség orvosi javallat alapján megszakítható. Hát, mint mindjárt mutatom, mert végeztünk egy ilyen Európai Uniós felmérést, ez 2002 és 2004 között történt. 5000 magyar asszonyt kérdeztünk meg, hogyha elképzeli, hogy önök most várandósok, és a magzati vizsgálat azt igazolja, hogy a magzatnak nincs agya és koponyája, ez az anenkefália, ez minden ezredik fogamzásban történik el, hogy megtartja-e a terhességet, vagy nem. Hát 99% nem. Ez gondolom logikus, ugye, mert hát ez egy letális, ez egy halálos rendellenesség, úgyis meg fog halni, az az 1% ő a bigott katolikus, aki tehát azt mondta, ha Isten így akarta, akkor menjen tovább. Aztán ott van a nyitott gerinc, vagy hasad gerinc, azt 97%-ba szakítják meg. Ott van a dankór, az 96%. Tehát ha felismerjük a dankort magzati korba, akkor 96%-ba úgy dönt az édesanyja, hogy ne szülessen meg. Ez érdekes, mert például Angliában ez az arány 80%. Tehát a 20% azért vállalja. Nagyon érdekes, például Angliában még hajlandók dankoros gyereket örökbe fogadni.
ami azért Magyarországon szinte elképzelhetetlen. Tehát nagyok a kulturális különbségek. A következő kettő nekem nagyon érdekes. Ugye ma Magyarországon a leggyakoribb rendellenség a szívrendellenség. Minden századik gyerek szívrendellenséggel születik. Ugye nagyon jól operálják már őket, de azért mégis nagyon sokan meghalnak, és mégis az édesanyáknak csak a fele szakítatja meg a terhességét, hogyha nagyon súlyos rendellenség van a magzatban. Viszont ott van az ajakhasadék, ezt régen ugye nyúlajaknak vagy nyúlszájnak mondták, magyar orvosok se tudják, hogy 1978 óta nem szabad állatneveket használni, tehát nincs nyúlajak, nyúlszáj, nincs farkastorok, nincs lóláb, nincs tyúkmel, de itt megvan a megfelelő orvosi neve, ajakhasadék. Ezt ma nagyon jól lehet operálni, döntően fiúkba fordul elő. Nagyon jól lehet operálni, jól meg lehet tanítani beszélni. Még ránöveszt egy bajuszt, nem is látszik. És 61%-ban inkább megölik. Miért? Mert látszik. Szóval ez is egy irtó furcsa dolog. Egy édesanyának azt végig gondolnia, hogy az ő gyereke láthatóan, hibásan születik, azt nehéz elviselni. Ugye van a családi koleszterin túltengés, aminek ugye a génjét azonosították a 17-es kromoszómába, tehát meg tudjuk mondani, hogy ki az, aki, ha nem kap statint, ugye 55 éves koráig férfi 90%-ban infarktus kap, mégis sokan, azért 31% úgy gondolja, hogy inkább ne szülessen meg. Aztán ott van a korai emlőrák, amiről beszéltem előbb, a BRCA1 gén, 44%, hogy ne szülessen meg. A kóros kövérség, 48%, ne szülessen meg. A következő kettő is nagyon érdekes nekem. Ugye a depresszió nőkben különösen nagyon gyakori, az alacsonyabb szerotonin szint miatt, végül is minden ötödik nő átesik az élete folyamán egy kezelésre szoruló depressziós betegségen, epizódon. Ők nagyon szenvednek olyankor, és valószínűleg ezt magyarázhatja meg, hogy 63% azt mondja, hogy inkább ne szülessen meg a gyerek, hogyha depressziós lesz. Ez azért borzasztó, mert hát ez egy kezelhető, a társadalmi funkciót nem teszi lehetetlenné, csak megint mutatja azt, hogy mennyire befolyásolja önmagában a betegség a döntés. Mert nem szerepel itt a skizofrénia. Ugye a skizofrénia az az 1%-ban fordul elő a lakosságban, hát ők az igazi bolondok. És sose fogom elfelejteni, mert tudják, minden orvosnak vannak ilyen személyes tapasztalatai. Eljött hozzám egy pár, kiderült, hogy mindkettőn a lipótmezőn vannak kezelés alatt, mindkettő skizofrén, egymásba szerettek ott a lipótmezőn, gyereket is akartak, hát a pszichiáter megmondta nekik, hogy Jézus Mária, két hülyének csak hülye gyereke lehet. Hát eljöttek hozzám, hát én meg tudom a genetikát, hát két skizofrénnek 40% csak a kockázat, csak, hogy skizofrén gyereke lesz. Na jó, de itt az a nagyobb gond, hogy hogy nevelik fel azt a gyereket. Hát azért a lipótmezőben nem lehet gyerekágyat betolni, és azért, ha ők az életük jelentős részét ott töltik, akkor mi lesz a gyerekkel? Tehát én épp elkezdem mondani, hogy hát nem 100% a kockázat, csak 40%. Fölugrik az asszony, átjön az asztalon, és akkor átcsókolt belém, hogy na, nem volt szép asszony, úgyhogy nem esett jól. Azt mondja, doktor, hát maga fantasztikus. Hát ha csak 40%, hát akkor mit csinálunk, legalább 5 gyereket, hogy legyen közte egy-két egészséges is. Tehát mutatja, hogy tényleg bolond volt. Na most ezzel szemben egy depressziós, ugye, aki nem bolond, csak hát nagyon nehezen éli meg ezt a szélsőséges kedélyét, az nem akarja. És hát számomra, nézzék, a legmegdöbbentőbb az utolsó adat volt. Ugye nem tudom, mennyire tudják, hogy a férfi homoszexualitásért felelős gént 1991-ben azonosították. Ez az X-kromoszómának a végén van. Tehát ez az anyákban lappang, és ha átadják a fiaikba, akkor egy férfi homoszexuális hajlammal fog születni. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlen homoszexuális is lesz, ez olyan, mint a balkezesség. A balkezességet is ki lehetett verni az emberekből. Nagyon sok homoszexuálisról tudunk, aki homoszexuális hajlammal jött. Nekem a legmegrendítőbb mondjuk Pilinszky, a költő, mert hát ő ezt megírja. Csak hát ő annyira istenfélő volt, hogy úgy gondolta, hogy ezt a bűnös dolgot nem szabad neki csinálnia. Akarta bizonyítani, hogy ő egy rendes ember,
kétszer meg is házasodott, az első feleségét, szabad ezt mondanom, mert hát ezek leírt dolgok, Márkus Annának, egy most is él Franciaországban, egy szobrászművész, és tudják, mivel a család odaadta a levelezést, és feldolgozhattam az életét, engem megrendítette az, egyrészt Pilinszkinek ez az óriási dilemmája, hogy szabad-e vállalnom azt, hogy a természetes hajlamomnak megfelelően én meleg legyek, és a társadalom megvetését viseljem, vagy próbáljam megerőszakolni magam, és próbáljak olyan lenni, mint egy másik heteroszexuális férfi, és akkor megházasodik, és akkor a felesége írja neki 4 héttel a házasságok után, hogy János, én ugyanúgy imádlak téged, mint szerelmünk hajnalán, de az ágyba ezt a maszatolást, ezt hagyjuk abba. Hát ugye mit tud szegény meleg férfi csinálni ott az ágyba? Ezt most tessék végig gondolni a heteroszexuális férfiaknak, hogyha egy férfivel kell lefeküdni az ágyba, hát mit maszatolnának ott? Tehát ez egy borzasztó, borzasztó kihívás. És azért nézzék meg, a magyar asszonyok 91%-a, ha megtudná, hogy a magzatja homoszexuális hajlammal fog a világra jönni, akkor inkább megöletti a magzatját. Ez azért engem megrökönyített. Mert azért a modern álláspont szerint a homoszexualitás nem egy betegség, nem egy kriminális magatartás, egy biológiai kisebbség, aki nem tehet róla, aki ezt örökölte. Társadalomra talán nem is veszélyes. Az ember belegondol, hogy a férfiak között 4%, de a művészek között 10%. És nagyon furcsa, hogy a géniuszok között 20%, mert ugye csak Leonardo, meg Michelangelo, meg Shakespeare, meg Csajkovszki, hogy magyarokat mondjak, hát Klemperel, meg Mensáros, meg Melis, meg Mednyászki a festő, ők voltak. Tehát, hogy a férfi homoszexuálisok között sokkal több a géniusz. Ma már értjük, hogy miért. Mert ugye mi férfiak nagyon balagyférteke dominánsak vagyunk, de a kreativitási központ a jobb agyféltekében van. És a homoszexuális férfiak két agyféltekéje között, tudják, a kérges test, a corpus callosumban 34%-kal több idegrost van. Vagyis azt jelenti, hogy náluk szárnyal a jobb agyférteke, a kreativitás. És hát Ady Endre is tudta, hogy csak új időknek új dalaival lehet betörni a művészetbe. Azért ez engem megdöbbentett. És ilyenkor jut az eszembe, hogy de jó, hogy ezt mi nem csináljuk Magyarországon. Azért gondolják meg, hogyha most rábíznánk a magyar anyákra, hogy döntsenek, akkor a következő generáció géniusz palántáinak jelentős része nem születne meg. Vagyis a tudomány olyan isteni hatalmat ad a kezünkbe, amire szerintem mi még nem vagyunk érettek. Tehát mi még messze vagyunk attól, hogy a tudomány eredményeit emberségesen használjuk föl. És hát ez engem azért zavar, és ezt akartam önöknek elmondani, hogy fantasztikus a genetika forradalma, de most itt tartunk ennél a hegynél. Gondolom nem tetszenek felismerni. Én voltam itt, ezt tudják, hogy Taigetosz. Tehát Ógörögországban, ha egy gyerek rendellenesen született, akkor a szülők a vének tanácsától engedélyt kérhettek, és fölvitték a gyereket oda a hegyre, nem dobták le, ott hagyták. Hát egy csecsemő, beteg csecsemő úgyis meghal. Hát most annyit léptünk előre, hogy a modern Taigetoszt csináljuk. A 20. hétig felismerjük ezeket, azt utána megöljük. Nem egy nagy előrelépés. Az orvosi szempontból nem. Én értem, hogy társadalmilag igen. Mert azért egy asszony számára, egy család számára, egy sűrűsen rendelkező gyerek megpecsételi az életet, de nem ez a genetika útja. Mert én mélységesen hiszem, hogy ezt a kis embert, ő a kedvencem, ő meg akar születni. És nem, nekünk nem az az orvosi feladatunk, hogy mi eltegyük lábalól. És hát tulajdonképpen ez vezetett oda, hogy 1989-ben Egyesült Királyságban és Angliában úgy döntöttek, hogy most már fogjunk hozzá és fejezzük be a genetika nagy művét, és fejtsük meg a teljes DNS makromolekulát. Ugye Szokratész már megmondta, hogy ember, ismerd meg önmagad. Mert ha ismered önmagadat, akkor nem elszenvedője leszel a sorsodnak, hanem aktív irányítója. Ugye nem tudom, érdemes, ha járnak egyszer Görögországba, menjenek el a Delfói Jósdába, ugye ott is ez van kiírva. Ugye elcsodálkoztam, hogy mondjuk a Jósdába hogy lehetett megismerni önmagunkat. Hát kiderült, hogy azért nem volt teljes humbuk. Tehát kikérdezték az anamnézist, az életet.
szülőket, megnézték a tenyérrajzolatot, hogy milyen csillagállásba született, ami nekem mindig röhögnöm kell, amikor még gondolok is rá, mert kint a kertben volt egy ilyen homokozó, én azt hittem, hogy amikor a szülők benn voltak, a gyerekek ott homokozódtak, nem, kiderült, hogy a férfiaknak ki kellett menni, és oda kellett pisálni. Mert megnézték, hogy a pisálás után a homokban milyen rajzolat jelentkezik meg, és ebből megmondták a jövőt. Mondjuk a DNS jobb ennél, jobb ennél. Ezért tulajdonképpen eldöntötték a Human Genome programot, vagyis, hogy hozzáfognak, ez 2 méter hosszú az ember DNS-e, ebben 3,2 milliárd bázis betű van, hogy ezt le kell olvasni. Ez volt a világ 3. legnagyobb tudományos projektje. Az első volt a Manhattan, abból lett az atombomba, a második az Apollo, abból lett a Hold, és ez volt a 3. Ez 2-szer annyiba került, mint az atombomba. És 90-ben elkezdték. Az is érdekes, mert azt ígérték, hogy 2005 elejére befejezik. Már 2001 februárjában 97% megvolt, ez is tetszik nekem, mert ezt rögtön a Fehérházban Bill Clinton és Tony Blair bejelentette, hogy már majdnem megcsináltuk. Politikusokra ez jellemző. Persze lehet, ők adták a pénzt, akkor azt mondom, jó. Jó. És végül is 2003 áprilisára befejezték, leolvasták az emberi géntérképet. Ugye ez megint egy magyarnak érdekes, hogy azt ígérik, hogy 2005, aztán 2003-ra megcsinálják. Nálunk ez fordítva szokott lenni. Mindig utólag megmagyarázzuk, hogy miért nem is csináltuk meg. És óriási meglepetések voltak. Egyrészt, hogy az adott sejtben a DNS-nek csak 1%-a működik. Hát azért ez fura. Még Magyarországon is nehéz egy olyan gyárat elképzelni, azért 99% lazsá. Aztán kiderült, hogy ennek az a magyarázata, hogy minden sejtben más DNS működik. Az agysejtben más DNS működik, és más működik az izomsejtben, és más a csontsejtben. És mivel 200 fajta sejtünk van, akkor ez érthető. Addig minden tankönyvben azt írtuk, hogy 100 000 génünk van, most már tudjuk csak, hogy 25 000. Minden ezredik betű romlik el bennünk, tessék végig gondolni, 3,2 milliárd, minden ezredik, tehát ezért van az, hogy nincs a világon 2 azonos DNS főember. A rendőrség ennek nagyon örül most. Ugye, mert így vált az új lenyomat helyett, ma a DNS a legfontosabb ember azonosítóvá. Egy ondósejtő kezdve egy csepp vérig. És hát kiderült ugye, hogy minden ember egyedüli példány, és milyenkor genetikusok marha büszkék vagyunk, hogy milyen okosakat mondunk. Aztán kiderült, hogy 1927-ben ezt Kosztolányi már megírta, hogy minden ember egyedüli példány. Most ugye minden gént azonosítanak, minden gén által irányított fehérjét feltárnak, és most jön a nagy kérdés, hogy hogyan kell ezt alkalmazni. Ugye mert akkor most, ha meg tudjuk nézni a géneket, meg tudjuk a genetikai hajlamunkat, akkor mi a korszerű genetikából indulunk ki, hogy ugyan a géneket nem tudjuk megváltoztatni, de a fehérjékre tudunk hatni. Mert a családi koleszterin túltengésben ugye elromlik az a szipóka, amely a vérből ki kell, hogy a táplálékkal bejutott koleszterint kivegye, és akkor jön a statin gyógyszer, 86-ban Nobel-díjat adtak érte, és nem halnak meg az infarktusosok. Vagy ugye hát az én életem mondjuk legnagyobb szerencséje ez a magzatvédő vitamin, ugye kiderült, hogy a szervben van, keletkezik állandóan egy méreg, a homocisztein, az nagyon gyorsan el kell bontani, de a magyar emberek 11%-a nem tudja elbontani. És hogy egy olyan nő lesz várandós, akinek magas a homocisztein szintje, akkor lelassul az idegcső záródás, és nyitott gerinc és koponyahiány lesz. De hogyha adjuk a magzatvédő vitamint, az rászól erre a fehérjére, hogy a szentségét dolgozzál már. És hogyha az dolgozik, akkor elbontja a homocisztent, hiába rossz a gén. És ugye itt jön be az, hogy a védőfaktorok, hogy tudjuk, hogy a mozgástól kezdve az egészséges táplálkozás, a szenvedélybetegségek hiánya az hogy véd, és hogy árt. Tehát egy teljesen új helyzet alakul ki az egészségvédelembe. Ugye a gond az, hogy most persze egy stratégiaváltás van. Idáig mindenkit mindentől meg akartunk védeni. Ugye életmód révén, meg szűrések révén, hogy ismerjük fel minden korábban, vagyis ugye mondjuk, hogy ne tessék már annyit zabálni, tessék már többet mozogni, ne tessék már cigarettázni, ne idegesítsék már szegény férjüket annyira, stb. Stb. De hát nem nagyon jön be. Ez Magyarországon nem nagyon jön be. Most viszont lesz egy új egészségügy, ahol ha meg lehet nézni,
a genetikai hajlamot, akkor egy egyénre lebontott, speciális genetikai védelmet lehet nyújtani. Itt inkább a gond az, hogy hát ez jelenleg még elég drága, bár most már nem. Szóval meg kell mondanom, amikor 5 éve ezelőtt ez még 12 000 dollár volt, már jelenleg 400 dollárért megcsinálják a legfontosabb géneket. Itt inkább az lesz, hogy mikor lesz az, amikor az OEP ezt kifizeti. Hát szerintem az egy kicsit arrébb lesz még, mert azért nem biztos, hogy a szegény ember ezt ki tudja fizetni. És ugye akkor most azért mutatom ezt, mert megkaptam a Impulzer kutatási anyagot, hogy például itt folyt egy kutatás, ugye, hogy Impulzerrel és aktív mozgással a magas vérnyomást azért szignifikánsan lehetett csökkenteni. Tehát ebben csak azt akarom mondani, hogy igenis a genetikai hajlamot azt a legkülönbözőbb eszközökkel, életmóddal, különböző új módszerekkel lehet majd csökkenteni. És most azért mutatom az utolsó előtti ábrát, mert hogy van egy nagyon nagy problémánk, és most tárgyalunk arról, hogy esetleg itt valami közös együttműködés legyen. Nem tudom, mennyire tudják, hogy Magyarországon 1966-ban orvostanhallgatókat vizsgáltunk, egészséges orvostanhallgatókat, akiknek az ondósejt száma 1 milliliter ondó folyadékban 74 millió volt. 1991-ben már nincs 30 millió. Tetszik érteni? Istentelen drasztikusan lecsökkent a férfiak ondósejt száma. Hová fenébe tették? De ez nem magyar jelenség. Nem magyar jelenség. Van egy fejlődési rendelenség, hogy a húcső nem záródik, elég ronda, mert hát a fütykös nagyon rosszul néz ki. 70-ben még a gyakoriság 1000 születésre 2,7 volt, 90-ben már 4,5. A hererák régen egy viszonylag ritka daganat volt, 100 000 férfire 41, most ötszörösére nőtt. És a fiatal fiúknak a leggyakoribb rákja. A 20-30 éves férfiak leggyakoribb rákja a hererák. Ahogy a nőket megtanítottuk arra, hogy már tapintsák meg a mellőket és járjanak szűrésre, az írtó fontos lenne, hogy a fiatal fiúkat felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mondjuk havonta egyszer, amikor zuhanyoznak, már fogják meg azt a két tojást. Mert egy daganatnál megváltozik a nagysága és megváltozik az alakja. Múltkor Svédországban jártam, erről beszélgettünk, és nagyon elkezdtem irigykedni a svéd férfiakra, mert kiderült, hogy Svédországban a férfiak hererákját 90%-ban a nők veszik észre. Vagyis a svéd nő hozzá mer nyúlni. Szerintem a magyar nők nem annyira. Tehát tulajdonképpen az se lenne baj, hogyha ezt bevonnák. Na most nem tudjuk nagyon, hogy mi történt a férfiakkal. Az egyik leggyakoribb teória most az, hogy a fogamzásgátló tabletta. De hát ez azért elég nagy gond, és most tulajdonképpen azon gondolkodunk, hogy nem lehetne esetleg például az Impulzerrel megnézni, hogy nem lehetne aktivizálni a herében az ondósejt termelést. Befejezésül, ugye mivel ez a genetika forradalma, látják, 53-ban kezdődött, 2003-ra lényegében a csúcsra ért, megfejtették a genetikai térképünket. Amerikában azt ajánlják, hogy minden ember nézesse meg a genetikai térképét. Én 2 hónapja Mexikóban voltam, ott amerikai kollégákkal találkoztam, nem akarom elhinni, de ők azt mondják, hogy az amerikai állampolgárok 32 millió már megnézette. Ugye ők 300 millióan vannak, de hát ebbe gyerek meg öreg. Tudnék, abban a pillanatban, ugye, ha tudjuk, hogy mi a genetikai hajlamunk, tudja, hogy ki prostatarákra, ki infarktusra, ki magas vérnyomásra, ki emlőrákra, ki cukorbetegségre hajlamos, és jó orvosa van, és az megmondja, hogy arra milyen speciális ártó tényezőket kell kerülni, és milyen speciális védő tényezőket kell hasznosítani, akkor azt számolták ki Amerikában, nem kell elhinni, hogy 2020-ra 20 évvel fognak tovább élni az emberek. Amiből marha nagy balhé lesz. Tessék végig gondolni, hogy Amerikában jelenleg 78 az átlagos élettartam. Ha most azért mindenki 100 évig fog élni, ki fogja eltartani őket? 65 éves korban elmennek nyugdíjba. Mit csinálnak 35 évig? Egy gyerekkorban könnyű, készülnek az életre. Amerikában készülnek rá. Szóval nekem nagyon tetszett, hogy kezdenek, például esti egyetemeket ezért hoznak létre.
hogy mindenkinek vannak elvetélt reményei, hogy én csak szegény genetikus lettem, de történész szerettem volna lenni, hát akkor hagyj végezzek el egy történész egyetemet, aztán dolgozzak ott. Vagy hogy milyen közösségi klubok, kugli, énekkar, színjátszók. Azt is hallottam, ez úgy marhára tetszett, hogy 90 éves korban miért ne lehetne diszkóba járni. Hát, Magyarországon ezt elég nehéz elképzelni. De ami nekem legjobban tetszett, és ezt mindig elmondom, mert nagyon sértve érzem magamat, hogy még azt is mondták, hogy ebbe az is beletartozik, hogy meg kell magyarázni az idős embereknek, hogy ez nem olyan, mint a reggeli torna, mármint a szex, hogy azt abba lehet hagyni. Azt nem kell abba hagyni. Az igazi akarat kérdése, meg kis olyan segítség. És ott bemutattak egy statisztikát, hogy hetente hányszor a különböző nációk, hát a magyarok úgy 40 évig ugye a középmezőnyben vannak. Ez azért lepett meg, mert ugye ha hozzám eljön egy házaspár, akinek nincs gyerek, akkor mindig meg kell kérdeznem, hogy hát hogy dolgoznak otthon, és tudják, ez egy marha érdekes dolog. A férfi rögtön mondja, hogy hetente 4, az asszony mondja, 2 sincs. Tehát itt nagyon eltérő a dolog, de a lényeg az, hogy 40 évig középmezőny, utána így csökken a magyar férfi. A magyar férfi 50 és 59 között 0,8. Az amerikai, aki nem csúcs, az 1,8. És amitől teljesen elkeseredtem, hogy a 80 év fölötti svéd férfiak, azok még havonta 4-szer hozzáfognak. Így mondták, hozzáfognak. Én utána hazajöttem, nagyon kevés 80 év fölötti férfit ismerek, 3-at tudtam megkérdezni, ezt most komolyan mondom. 2 nekem azt mondták, hogy már nem is emlékszem rá. Tehát van mit tanulnunk. Ami nagy baj lesz, hogy Amerikában ezt megcsinálják, Nyugat-Európában is, hát nálunk még nem hiszem, de mi lesz Afrikával, mi lesz az elmaradott, most nem Kínára, meg gazdag Japánra gondolok. Szóval ez megint egy nagy baj lesz, mert ezek a szociális különbségek ám a terrorizmusban nagyon ott vannak. A szegény, éhenhaló népek nagyon nehezen viselik el a gazdagokat, de hogy azért valami szebb mondással fejezzem be, szóval én azt gondolom, hogy az emberi válásunk még nem fejeződött be. Addig, amíg ki vagyunk szolgáltatva a természet viszontagságainak, és mondjuk társadalmilag ennyire összeférhetetlenek vagyunk, addig igazából még nem fejeződött be az emberi válás. Ha majd ismerjük a géntérképüket, és tényleg mindenki annak megfelelően fog élni, és mindenki a maximumot fogja kihozni önmagából, akkor azt gondolom, hogy majd akkor fejeződik be az emberi válás. Úgyhogy az unokáimnak ezt nagyon kívánom. Köszönöm szépen.